Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság idén októberi közlése szerint az első háromnegyed évben a tűzoltók országszerte 777 riasztást kaptak a szénmonoxid jelenlétének gyanúja miatt. Ebből 138 embernél állapítottak meg szénmonoxid mérgezést, és 5 személy vesztette életét a mérgező gáznak köszönhetően. Az elmúlt években a lakástüzek 61, a szénmonoxid mérgezések 60 -a, a téli időszakban keletkezett. Köves Péter, a Tolnavár megyei katasztrófavédelmi főigazgatóság szóvivője szerint néhány egyszerű, de hasznos óvintézkedéssel ezek a sokszor végzetes kimenetelő balesetek megelőzhetőek lennének. A kulcskérdés, hogy egyszer friss oxigént is engedjük be annak érdekében, hogy tökéletesen végig menjen a termék, és minél keves, kevesebb tökéletlen égés termék képződjön, generálódjon, valamint a húzat, ami pedig majd magát az égés terméket a kéményeken keresztül el fogja távolítani az otthonunkból. A szellőztetésen kívül még kiemelt szerepet töltenek be a riasztó berendezések. Ahogy Tóna megyében egyelőre idén alakultunk, nagyságrendileg, ugye 9 hónap az, hogyha a szeptemberi időszak végét nézzük, több mint 107 tűzeset ez vonult már tűzoltóink, amelyek kifejezetten úgy a lakásokat érintették, tehát ezek az otthon jellegű létesítményeket. Egyébként a tavalyi évhez viszonyítva nagyságrendileg megegyezik ez a két szem. Az idei számokat megint csak megvizsgálva, több mint 1400 négyzetméternyi terület az otthon jellegű létésű, mint az, ami teljes mértékben a lángok martalékává lett. Itt a füstérzékelőket szoktuk még egyébként így említeni. Nyilván vannak olyan napi tevékenységek, most akár itt az elektromos problémára visszavezethetőek, nyílt lánk használatára, most akár a konyhában, vagy akár egy gyertya, vagy a dohányzás megint csak ugye egy, egy olyan számotevő problémához tud vezetni, ami adott esetben a lakások leégéséhez vezethet. Tehát itt például a füstérzékelők azok az eszközök, amelyekkel már idejében kimutatható esetleg egy, így, ilyen lánghatás, és még lehet mérsékelni az anyagi kárt, valamint nem beszélve arról, hogy emberi életeket és egészséget is meg tudunk ezzel őrizni. A szakember külön felhívta a figyelmet a kéményseprőipari munka fontosságára, amelyet a szilárd tüzelőanyaggal működő berendezéseknél évente, a gázüzemű és zárt berendezéseknél két évente kötelező elvégeztetni. Ezt egyébként a kéményseplőkkel tudjuk megtenni, a 18-18-as telefonszámon és a 9.1 menüpont alatt ők ingyenesen hívhatók. Érdemes a kémésep, és hogyha eddig esetleg ezt elfelejtettük, van, van egy olyan félreső adott esetben nyaralunk, vagy hétvégi házunk, ahol ezt még nem végeztettük el, akkor velük feltétlen személyesen érdemes egyeztetni. Nagyságrendileg 2-3 hét átfutási idő az, amíg ők ezt a munkát most el fogják tudni majd így vállalni. A magánszemélyek számára a szolgáltatás díjmentesen vehető igénybe. Kitért a szóvivő arra is, hogy mi a teendő, ha az ellenőrzést végző szakember problémát észlel ha bármi más természet, hát egyébként a kémény bekötését illetően rendellenességet, nyilván akkor ezt egy megfelelőségi tanúsítvány nyar tudja rátámasztani egyébként a lakos, hogy ez a, a követelményeknek megfelelt, hogyha pedig itt a feltételek nem állnak rendelkezésre, akkor innentől kezdve egyébként a szakember az, kell el fogja tudni, fel fogja tudni világosítani egyébként a lakost, hogy mik a következő teendők annak érdekében, hogy abszolút biztonságosan működhethesse a tüzelő fűtőberendezését, valamint az égés termék elvezetőjét. Köves Péter megemlítette a legutóbbi fűtési rendszer meghibásodásához köthető Tolnavár megyei esetet. Ennek során a jelzőberendezés életet mentett. Ami pedig nagy tegnap történt, itt most számoltunk be egyébként a katasztrófédrem honnapján, tehát itt a szerdai este folyamán egyébként egy szénmonoxid érzékelő be, ez megint egy olyan érzékelő készülik, ami a biztonságunkat szolgálja. Itt egy konyhába telepített, sziaszt a Sziesta jellegű kályha, ez egy mobil ilyen kis gázkályha voltak éppen, ami biztosította a lakás melegét, ez nagy kónyiban egyébként az otthon utcában egy családi házban történt meg, nyitva voltak az ajtók, ilyen formában áramolhatott egyébként tovább így a, a, meleg a lakás többi pontjára, és ide is telepítettek egyébként a színvonoszid érzékelőt, amely pedig be is jelzett. A Tamási önkormányzati, valamint a Tombovári Hivatásos tűzoltó egységek vonultak ehhez a káresethez, ahol egyébként kint a helyszínen rekonstruálták ezt a szituációt, és itt 23 ppm egységet. Tehát ez még egyébként az ilyetre veszélyes határérték alatti mértéket mutatott az ő műszerük. Sajnos nem mindenki úszta meg ilyen szerencsésen. Idén történt már tragikus végkimenetelű szerencsétlenség is. Májusban még paksna paksihivatás tűzoltókat riasztották a Bercsényi utcában. Ott például egy idős magatelhetetlen ember az, akit a szomszédok és rendőrök rendőröt találta meg, majd miután riasztották egyébként a paksihivatás tűzoltóegységeket. Ott az adott lakásban egyébként egy üzemelő, KJH-nak köszönhetően nagyon magas, tehát az érteveszélyes határérték feletti koncentrációt, gázkoncentrációt mutatott közeszköz. Habár a jelzőberendezések megléte csak a szálláshelyeken kötelező, erősen ajánlott minden épületbe ilyen eszközöket telepíteni az életünk megóvása érdekében.